A tegnapi nap folyamán felröppentek a hírek, hogy már Magyarországon is megjelentek az első koronavírussal megfertőzött betegek. Mit tudna elmondani a koronavírusról, mennyire komoly ez a betegség, illetve hogyan lehet megelőzni? Tisztelettel köszöntöm először is a Városi Televízió minden nézőjét és minden mezőtúri lakost. Szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon bíztunk benne, hogy hát ha bennünket elkerülnek a koronavírussal fertőződések, de sajnos arra is számítottunk, hogy ez nem nagyon lesz a mai modern világban, ahol repülőgép közlekedés, majd sok-sok ugye a fiatal teremtések is, akik végigjárták fél Európát, Amerikából, egy Egyesült Államokból jöttek szó. Én azt szeretném mondani, hogy minden tájékoztatást elmondanak a tévében, elmond a országos tisztifőorvosnő minden. Én inkább ilyen gyakorlati tanáccsal szeretném segíteni a mezőtúri lakosokat, hogy lehet varni otthon régi, tehát kesett anyagból szájkendőt, védőt. Nem is kell tulajdonképpen ezt a műanyagból, papírból, mindenből favorizálni, mert ezt lehet mosni. Ezt ki lehet fertőtleníteni, 90 fokon ki lehet mosni, amit saját magunk varrunk meg, egy egyszerű négyoldali kötéssel, több rétegű gisé, már elhasznált lepedőből, vagy nagyon jól záró régi lengyel lepedőből, ugye ön fiatal, ő nem tudja, hogy ezek ilyen csíkos és masszív lemvászó lepedők voltak, de hát már most elég régen, akár több réteget is össze lehet varni, egy-egy hajtást lehet csinálni a hőmanyívjákon két végén, fölkötni. Na most ez, hogy az egészségesek ne használják, meg a betegek használják, ez egy, hogy mondjam, tulajdonképpen egészségügyi fölfogásnak a része. Japánban mindenki használ szájkendőt, minden tömegközlekedési eszközön, minden olyan helyen, ahol feltételezhető, hogy vannak fertőző ágenssel rendelkező személyek, minden. Senki nem lepődik meg rajta, nem esnek kétségbe, nincs különösebb jelentősége. Én azt mondom, hogy mindenki saját belátása szerint használjon szájkendőt, de csak úgy, hogy ha már levette, azt nem lehet visszahúzni. Tehát úgy inkább rosszat csinálnak, és ezért ért tulajdonképpen egyet az országos főorvosnővel az ember, hogy úgy szokták, hogy a gyereknek is sálat kötnek a szája elé, hogy ne szedje be a hideg levegőt. Az a sálba belemelegszik a behaigált, beköpködött baci vírus is, minden visszahúzza, ott egy ragyogó, hogy hívjákon tenyészetet kap be, és fogja a szájába benyelni. Ha ezt a kautélát, tehát körülményt betartják, hogy fölkötötte, nem veszi le, ha levette, szennyesbe dobja, kimosni, fertőtleníteni, szó, akkor bárki bármikor használhat szájmaszkot, bármilyen érzéssel, ötlettel, bármilyen formában. Természetesen, ha valaki prüszköl, és ez most az influenza járványra is vonatkozik, és bemegy boltba, egyéb ilyen helyre, itt is fel kellene venni a szájmaszkot, és azt kellene használni. Illetve, ami nagyon fontos gyakorlati dolog, hogy mind a két vírusfertőzésnél, de akár bacis fertőzésnél, akármilyen betegségnél, hogy papír zsebkendőt kellene használni. Ez nagyon elfelejtik az emberek, különösen a férfiak irtóznak a papír zsebkendőtől. Én is mosom még mindig a mai napig is a férjem ruha zsebkendőjeit, és minden zsebben, mindenütt teli van. Nem bírtam elérni, hogy a papír zsebkendőt is nem a kabát zsebbe, bármibe beletenni, hanem legyen egy nejlon, amivel együtt azt kidobom. Ha már beletüszköltem, ha már belefújtam az orrom, belekögtem,
az még egyszer nem kellene használni, mert ugyanúgy működik, mint amit az előbb említettem, a szájkendő oda-vissza húzásától. A következő, ami gyakorlati tanács lenne, hogy mindenféle fertőtlenítő kézmosás reális, rengeteg lehetőség van ma Magyarországon, és mondják, hogy kiürültek a polcok, minden egyszerű, majd hívják, enyhén sós, ecetes vízzel, higgyel nekem, hogy elég jelentős, pláne ha a körömkefe is új, és azt szépen le lehet, nem kell, hogy levigye bőrét, tehát nehogy félreértsen, mert mind a kettőből enyhe, de ne menjünk vissza a középkorba, akkor is fertőtlenítettek, akkor is volt, aki túlélt, még egy koponyatrepanációt is, tehát lékelést is. Jó, tehát azt, hogy mindenféle van, tehát a tól elkezdve a floraszeptik, a mindenféle szanító, most hagyd ne reklámozzak semmit sem, mert bármelyik alkalmas arra, hogyha meleg, tehát egy nyilvánvaló, hogy nem égető, de egy meleg, szappanos, bármilyen szappanos kézmosás, ha az időben és mechanikai dörzsöléssel történik, az kézfertőtlenítést jelent. Tehát nem kell mindig mondjuk átesni a másik oldalra, hogy most megváltozott a világ. Nem, ez egyébként is kellene, ugye illemhely használat után, minden után, ez természetes dolog, csak ugye van, hogy engedünk, meg emberek vagyunk, na azért. Akkor a másik, hogy tartalékolni, meg karantén, meg lezárás, meg minden, ez előre, hát olyan értelemben előre szólnak, hogy ugye, ahogy terjed a fertőzés, ahogy terjed a bármilyen, tehát most maradjunk a koronavírusnál, akkor azt úgy is, hogy nyilvánkont közlik a lakossággal, és föltöltik, higgyék el, hogy föltöltik a boltokat, mindeneket, mondják ismerőseim szerte az országba, hogy kifosztották az üzleteket, mindent, szóval hát ez azért ennyire nem szabad rettegni mindent, tehát van felelőssége az államnak, az államigazgatásnak, a egészségügyi kormányzatnak arra, hogy mindenben, akkor, hogyha ilyen karantén előfordul, akkor segítsenek. Olaszországban is megtörténik, minden pedig ott nagy területeket levettek, hogy nem szabad most mindenképpen, hogy jaj, most van két iráni fiatal ember, aki megfertőződött. Mindent meg fognak érte tenni, hogy a személyekkel, akikkel találkoztak, érintkeztek, leszűrjék, megszűrjék, ne menjen tovább. Ez egy nagyon nagy felelősség, és ezt higgy el, hogy csinálják, és akár kínai káron, akár olasz káron, mi is, hogy mondjam, fejlődünk, és tanulunk, és a más kárán tanulunk, hogy minden rendben kell, hogy legyen, és lesz is. Kik annak főként veszélyeztetve, kitéve ennek a vírusnak? Hát akik olyan személyekkel találkoznak, akik hordozók, akik nem tudják, hogy betegek, akik megfertőződtek, akik esetlegesen nem értesültek erről, de ez csak cseppfertőzéssel terjed, ez nagyon szépen, tehát itt van a szerepe a szájmaszknak, meg a zsebkendőnek, meg a higiénis körülményeknek, és ha megkapta a fertőzést, akkor komoly betegséggel, inkább az idősekre jelent veszélyt, illetve sajnos az idősek közül van a legtöbb haláleset, amit eddig leírtak, vagy közöltek a koronavírus fertőzés miatt az idősek érintettek sajnos, úgyhogy ez nagyon gyönge, ugye az immunrendszerük sok-sok betegséggel rendelkeznek, és ez nehézé teszi a kezelést, mert jelen pillanat még tudtommal nincs gyógyszer a koronavírus ellen. Itt megelőzés van, járványfelügyelet van, és pontos azonnali értesítése, hogyha valakinek gyanúja van. Ugye megvan, hogy gyanús, valószínűsített, illetve beteg. Tehát ha valaki
nem volt olyan helyen, ahol ez a járvány már fölütötte a fejét, vagy nem találkozott olyan személlyel, aki járt azon a területen, ahol már ismert a fertőzés ténye, azért mert lázas, azért nem mindjárt koronavírussal van fertőzve. Most biztos tudja, hogy az új rendelkezés szerint, akinek magas 40 fok körüli, vagy 38 fokot meghaladó láza van, az majd évjákolni ezeket a körülmények figyelembe véve nem szabad, hogy orvoshoz jöjjön, nem szabad, hogy a házi orvos kimenjen hozzá. Gyanú esetén a megfelelő zöld számon kell értesíteni nekünk, hogy figyeljük meg törődjünk azzal, hogy ő ide tartozik-e. Ezt kérem, hogy most akkor, ha lehet, akkor ne menjenek ilyen nagyobb rendezvényre, tömegrendezvényre, egy kicsit majd évjákolni a kertbe. Lesz most elfoglaltság, hogy felszárad ez a nagy eső utáni sár, és inkább mindenki otthon próbáljon meg tevékenykedni.